ez a két dolog egy asztalra. Köszönöm. Köszönöm szépen a felvezetést. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Valóban az én szenvedélyem az, hogy milyen lesz a jövő. És azzal foglalkozunk a Sparkban, hogy abban segítsünk cégeknek, hogy a jelenük és a jövőjük között egy szép ívet tudjanak húzni. És olyan témákat dolgozunk fel, mint hogy mit kezdjünk a mesterséges intelligenciával, mit kezdjünk az adatokkal, milyen egy digitális vezető, mit jelent az agilis működés. De hogy ami engem igazából ebben az egész témában érdekel, az az, hogy közben hogyan tudunk mi együtt élni ezzel a változással, aminek a tempója elképesztően gyorsul, hogy hogyan tudunk rugalmasak maradni, hogyan tudjuk az alkalmazkodó képességünket folyamatosan fejleszteni és fitben tartani, vagy hogy mit tudunk kezdeni azzal a stresszel, ami ér minket nap mint nap, abból adódóan, hogy nagyon sok kihívással találkozunk minden nap. Én annyira szerencsés vagyok, hogy 13 éves koromban találkoztam a jogával és a meditációval, ezt a nagyon felvilágosult szüleimnek köszönhetem. Akkor még nem nagyon léteztek jogastúdiók meg jogaoktatók, viszont volt otthon egy darab jogakönyvünk, kettő létezett Magyarországon egyébként akkor, abból az egyik meg volt a szüleimnek, és az apukám, és megszabadulok ettől a fülbevalótól, megkocogtatja a mikrofont, és az apukám ezt a kezembe nyomta, és azt mondta, hogy olvasgassam ezt a könyvet, mert nagyon izgalmas gyakorlatokat fog benne találni. És ő nem tudta egyébként, hogy ebben milyen gyakorlatok vannak, csak úgy jó ötletnek tűnt. És képzeljétek el, hogy találtam benne egy gyakorlatot, ami arról szólt, hogy az ember mentális szuperképességeket tud magában kifejleszteni, hogyha bizonyos légzés gyakorlatot rendszeresen is elég sokat végez. És ez engem gyerekként annyira megfogott, hát így, figyelj, ki ne akarnak mások gondolatát olvasni 13 évesen, tehát ez volt az egyik ilyen ígéret, hogy ilyen gondolatokat bele lehet érezni, és lehet tudni, hogy mi van a másik fejébe, hát iszonyú érdekesnek találtam, úgyhogy akkor én egy ilyen könyvből nekiálltam, és elkezdtem gyakorolni, és fogalmam sem volt akkor, nem tudom, Ajka egy ilyen kis lakásába, a hugomat ki kellett paterolni a szobába, hogy tudjak gyakorolni, hogy ez mekkora meghatározó esemény lesz az életemben, és hogy mennyi mindent köszönhetek, akár én magam, mint ember, mint vezető, vagy a szakmámban, amikor arról beszélgettünk nagyon sok céggel, hogy milyen lesz a jövő, annak, hogy akkor 13 évesen ezt a könyvet a kezembe kaptam. Ma nem fogunk eljutni a szuperképességekig, de lehet, hogy ez a meetup sorozat egyszer csak majd megérkezik oda, hogy erről is majd mesélhetek nektek, mert hogy még azért az alapoknál tartunk, és én ma este arra vállalkoztam, hogy egy picit kontextusba helyezem azt, hogy is kerül a csizma az asztalra, és hogy miért van az, hogy most ennyire sokat foglalkozunk a mindfulness-szel, a rezilienciával, azzal, hogy a stresszel most már végre valamit kezdenünk kell, és hogy ezt ma már nem csak magánemberként tesszük meg, hanem körbenézek, nagyon sok cég, nagyon sok vezetője ül itt, és kócsok, és trénerek, és pszichológusok a teremben, akik azon gondolkodtok, azon dolgozunk, hogy a munkahelyre is be tudjuk hozni ezt a tudást, és hogy valahogy megjelenjen egy ilyen élhető klíma a szakmánkban és a munkánkban is. Úgyhogy a mai témám az alkalmazkodó képesség, de mielőtt ebbe belevágunk, egy gyors közvéleménykutatást szeretnék tartani. Tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy ma sokkal pörgősebb és intenzívebb az élete, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt. Szinte mindenki. Tegye fel a kezét az, aki úgy gondolja, hogy ma a szakmája már másról szól, mint amiről 5 évvel ezelőtt szólt. Egy picit kevesebben, de még mindig nagyjából nem számoltam össze, de kb. A terem fele. Tegye fel a kezét az, aki munkaidőn kívül otthon is szokott dolgozni. Csodálatos. Oké. Azt hiszem, hogy az első kérdése fel is, meg is adtuk a választ így közös erővel. Na ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a rezilienciáról és a stressz kezeléséről. És akkor vágjunk is bele. Ugye a mindfulness az éberséget vagy tudatosságot jelent, és akkor, amikor ezt a szót halljuk, akkor nagyon sokszor ilyen nagy dolgokra gondolunk, hogy nem tudom, hogy ilyen nagyon-nagyon meg kell értenünk a dolgokat. De igazából a mindfulness az ott kezdődik, hogy a teljesen hétköznapi, és majdhogy nem ilyen common sense-nek, vagy ilyen már-már ilyen buta
ténynek tűnő dolgokat megpróbáljuk megérteni. És hogy eljussunk odáig, hogy mik azok a dolgok, amik hajtanak bennünket, az tényleg sokszor elég az, hogy egy nagyon egyszerű összefüggéseket az életünkben megpróbálunk feltérképezni. Én majd picit messziről indulok, onnan indulok, hogy mik azok az evolúciós kódok, és mik azok a szocializációs kódok, amik hajtanak bennünket, hogy valamilyen módon viselkedjünk a világban. Például, hogy hajtsuk a technológiai innovációkat, hogy minél kényelmesebb életet tudjunk élni, hogy minél izgalmasabb életet tudjunk élni, hogy minél több inger érjen bennünket. Mert hogy ezt csináljuk. Hogy érkezünk meg egy olyan világba, ahol ilyen radikális tempóban változik minden? Hogyha belegondoltok, itt egy ilyen 24 órás kis chartot mutatok nektek, ami onnan kezdődik, hogy az emberiség elkezdett gondoskodni magáról, és az ilyen gyűjtögető, halászó, vadászó életmódból áttértünk oda, hogy elkezdtük a kezünkbe venni az irányítást, és azt mondtuk, hogy mi meg akarjuk termelni a saját élelmiszerünket, mert akkor biztonságban leszünk, és nem fogunk éhen halni. Elkezdődött a mezőgazdaság, és akkor innen így összesűrítettem az eseményeket nektek egy napba, hogy amióta az ember kontrollt szerzett az élet a legfontosabb tényezője felett, azaz, hogy enni tudjon akkor, amikor neki élelemre van szüksége, azóta mi mindenen mentünk keresztül, és mit várt el tőlünk ennek a folyamatnak különböző fázisaiban a világ. És hogyha belegondoltok, a mezőgazdaság korában, akkor viszonylag egyszerű volt a képlet. Azt várta el tőlünk a világ, hogy fizikai munkát tudjunk végezni, lehetőség szerint ezt nagyon kitartóan tudjuk végezni. Egyébként ez is egyfajta reziliencia, hogy a mindenféle időjárási viszontagságok meg problémák ellenére az ember ki tud menni a mezőre, és meg tudja termelni az élelmiszerét. És hogy ezen kívül igazából túl sok mindent nem kellett tudni. Persze ez egy komplikált dolog volt, de nem volt komplex. Hogyha az ember ismerte nagyjából, hogy hogyan működik ez a szakma, évek alatt ki tudta tanulni, nagyjából ismerte, hogy abban a faluban, vagy azon a környéken, ahol ő él, hogy működik az időjárás, akkor nagyjából el lehetett vele boldogulni. De ez egy nagyon nehéz élet volt. Ezért folyamatosan bennünk volt egy ilyen kis belső bogár, aki azt mondta, hogy ki kéne találni valamit, hogy könnyebb legyen, hogy ne kelljen ennyire sok fizikai munkát végezni. De mielőtt tovább lépnénk ebben a fázisba, ennek a korszaknak volt egy nagyon fontos jellemzője, ami mára megszűnt, de nagyon nagy szükségünk volna rá. És ennek a korszaknak a jellemzője az volt, hogy volt benne valamiféle rendszer. Volt egy ritmusa. Volt az, hogy reggel föl kell a nap, és akkor elkezdünk dolgozni, és este lemegy a nap, és akkor befejezzük és pihenünk. És ennek ma nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget, de anatómiai szempontból őrült nagy jelentősége van. Vagy volt az, hogy volt a tavasz, amikor lehetett megmunkálni a földet és vetni, volt a nyár, amikor kellett nevelgetni a növényeket, és volt az ősz, amikor arattunk, aztán a tél, amikor szintetizáltunk, pihentünk, feldolgoztuk az eseményeket, volt egy kis tér arra, hogy újra rákészüljünk a következő ciklusra, amikor megint elkezdhetjük a munkát és az aktivitást. Voltak ciklusok. És ezekre a ciklusokra az embernek óriási szüksége van, akkor is, ha már nem egy ilyen világban élünk, és ezekre a rendszerekre. Például a nap felkelte és a nap lemente rendszere. Nem tudom, tudjátok-e, hogy van egy ilyen kis kütyű a fejünkbe, tobozmirigynek hívják, és ez a tobozmirigy, ez egy hormont termel, amit melatoninnak hívnak. És a melatonin hormonnak az a szerepe, hogy az alvás ciklusainkat szabályozza. Ő felelős azért, hogy mélyen, pihentetően tudjunk aludni, lehetőség szerint minél kevesebb álommal. És ez a tobozmirigy ez úgy működik, hogy van két szenzor rákapcsolva, ha már ilyen technológiai terminusokban beszélgetünk, a szemünk. És ez a két szenzor, ez fényt érzékel. És amikor ezen a két szenzoron keresztül, a szemünkön keresztül a tobozmirigy fényt kap, akkor ő azt az utasítást kapja ezzel, hogy a melatonin hormon termelését szüntesse meg, vagy csökkentse le, bocsánat, és fel kell ébrednie az embernek. Amikor ez a hormon szint lemegy, akkor beindul az aktivitás, és az ember elkezdi a napot. Ugye ez nagyon jól működött ebben a korszakban, mert amikor felkelt a nap, akkor fölkelt az ember, és elkezdett dolgozni. Aztán van egy másik fordított funkciója is, amikor nem kap fényt a szemen keresztül ez a tobozmirigy, akkor elkezdi aktiválni a melatonin termelést, ami pedig azt mondja a szervezetnek, hogy most itt az ideje pihenni.
és segít abban, hogy egy mély pihentető alvásba merüljön az ember. És ez is nagyon jól ment ebben a korban, mert vagy marha drága volt az áram, vagy nem is volt csak gyertya, és amikor sötét lett, akkor az embernek mit volt mit tenni, elment aludni, ráadásul nem volt olyan impulzus, ami ezt megzavarta volna, ezt a működést. És most gondoljatok bele, ma sokkal kényelmesebb életet élünk, tehát én nem arról beszélgetek most, hogy menjünk vissza, és mindenki menjen ki a mezőre kapálni. Tök jó, hogy a technológiának köszönhetően egy csomó mindent nem kell már csinálnunk, amit ebbe a fizikailag intenzív korban meg kellett tenni. De gondoljatok bele, hogy hogyan fekszetek lealudni. Ki az, aki legalább egyszer belevillant a tobozmirigyébe a telefonjával, vagy a számítógép képernyőjével, vagy egy tévéképernyővel? A lámpát azt már nem is mondom, hogy lámpafényben élünk esténként. És közben fogalmunk sincs arról, hogy az egyik legfontosabb alap igényünket tesszük tönkre ezzel, az, hogy túléljünk, és a túlélésünknek az egyik feltétele, hogy pihenjünk és regenerálódjunk. Szóval a mindfulness az azt jelenti, hogy az ember megtanul ezekre a kis apró részletekre tudatossá válni, és megtanulja a saját működését optimalizálni, hogy egyrészt használni tudja azokat a lehetőségeket, amit ez a kor ad, amiben élünk, másrészt viszont odafigyeljen arra, hogy az egyensúly megmaradjon. Na, mi következett a mezőgazdaság után? Beindult az agyas korszak, iparosodás, ez volt az az időszak, amikor hirtelen a mezőről a gyárakba beözönlöttek az emberek, meg a hivatalokba, és egy teljesen új működést várt el tőlünk a világ, ami pedig az volt, hogy monoton munkát tudjunk végezni, használjuk a fejünket, de csak addig, hogy megértsük az utasítást, amit el kell végeznünk, és utána jól csináljuk meg a feladatot, és utána számoljunk be arról, hogy az hogy sikerült valakinek, aki majd eldönti, hogy ügyesek voltunk, vagy nem voltunk ügyesek. Erre épült fel egyébként az iskolarendszer, amiben mindannyian szocializálódtunk, mindannyian. Hogy nagy mennyiségű, viszonylag sémára szabott embert be lehessen tenni gyárakba és irodákba, akik utasítás alapján jó minőségben, monoton, kitartóan tudnak dolgozni. Ebben a korszakban is volt azért jó dolog, mégpedig az, hogy ebben is volt egy kiszámíthatóság. Voltak kész receptek, tehát meg volt, hogy egy feladatot hogy kell elvégezni, mondjuk lekönyvelni a számlákat, mert lehet, hogy már akkor is létezett kreatív könyvelés, erről nem tudok részleteket, majd utána olvasok. És hogyha azt elvégezte az ember, akkor kész volt. Ma egy könyvelőnek azon kell gondolkodni, hogy mit csináljon a big datával, az adatokkal, milyen analitikák vannak, milyen automatizmusokat lehet ráhúzni a rendszerre. De sokkal komplexebb világba érkeztünk meg. Ez az iparosodás időszakában ez egy jól működő történet volt. Lehetett kalkulálni, lehetett készülni. A nehézség az ott jött be, hogy a sok technológiának köszönhetően, amivel körbevettük magunkat, egy teljesen új világban létezünk ma. Azt tanultuk meg, hogy van egy lecke, amit az iskolában megkapunk, és utána azt vissza kell tudnunk adni. Van egy feladat, egy utasítás, amit a munkahelyünkön megkapunk, és aztán egy jól lekockázott algoritmus alapján azt a munkát el kell végeznünk. És néhány éve megérkeztünk egy olyan korba, ahol egyszer csak a munkavállalóink azt mondják, vagy vezetőként mi azt mondjuk a munkatársainknak, hogy ez már így nem működhet tovább. Most már képesnek kell lennünk új kihívásokra, új válaszokat adnunk. A szakmáink, amiket megtanultunk, az mondjuk 2000-ben egy megtanult tudás 30 évre volt szavatolva. Én 2000-ben kerültem ki az egyetemről, 5 év múlva az én szakmám, amit az egyetemen megtanultam, az már sehol nem volt, teljesen másról szólt. Ma az az átlag, hogy egy megtanult tudásnak az élettartama körülbelül 5 év. Tehát folyamatosan új problémákkal találkozunk, folyamatosan új kívánatosokkal találkozunk, és azt várja el tőlünk a világ, hogy kreatívan, nyitottan, rugalmasan kezdjünk valamit ezekkel a helyzetekkel. És ebben nagyon nagy lehetőségek vannak, ha belegondoltok, ennyire kreatív korban még soha nem éltünk, mint most. Ennyi lehetőségünk arra, hogy hassunk a környezetünkre, és hogy pozitívan hassunk, soha nem volt, mint most. Hol van a probléma? Több probléma is van. Az első probléma az, hogy erre minket nem készítettek fel, mert az iparosodás iskolájából jövünk. Abból az iskolából jövünk, ahol elmondták, hogy ezt kell megtanulnod, és ahhoz, hogy jó érdemjegyet szerezzél, ezt kell visszaadnod. És utána állítólag, vannak ilyen cégek még ma is, olyan munkahelyekre kerültünk, ahol elmondták, hogy innen idáig terjed a te hatásköröd,
nagyjából egy előre megírt recept alapján dolgoz, és azon nem léphetsz túl. És az, hogy most hirtelen egyik napról a másikra pont ennek az ellenkezőjét várják, és egyébként panaszkodnak ezek a cégvezetők, tehát pont tegnap volt egy nagyon izgalmas beszélgetés, ami elmondta az egyik tényleg fantasztikus cégnek egy nagyon klassz vezetője, hogy az a baj, hogy az emberek nem tudnak gondolkodni önállóan, hogy nem kérdőjelezik meg a dolgokat, hogy nem gondolkodnak kritikusan. Persze, mert teljesen kiölték az emberekből ezek a rendszerek ennek a képességét. És akkor most ott találjuk magunkat ebben a helyzetben, hogy soha nem látott kihívásokat kell megoldani, és ez jó, mert végre alkothatunk, hogy mászlóba mászunk szépen fölfele, de a másik oldalon nincsen meg hozzá az eszközrendszerünk. Ez az első probléma. Nem tanultunk meg kritikusan gondolkodni, problémát megoldani, kifejezni magunkat, vitatkozni, kommunikálni egymással, ami mind-mind kell ahhoz, hogy a stressz szintünket csökkenteni tudjuk, mert egy új helyzetben feszültséget, frusztrációt élünk át. Nem tudjuk, hogy a múlt alkalommal a Robi arról beszélt, hogy milyen az, amikor kikerül az ember a komfortzónából, és száguld egy nagyot, és a pánikzónában találja magát. És ma ez a hétköznapjaink része lett, hogy a pánikzónában találjuk magunkat. Nézzétek meg az előadást, kint van a neten. Elmondja azt is, hogy hogyan lehet ebből aztán egy tanulózónába bekerülni, és utána elkezdeni jól érezni magunkat. Jó? A másik probléma az, hogy azáltal, hogy ez digitális eszközökkel körbevettük magunkat, egy ilyen folyamatos információ dömpingnek vagyunk kitéve. Egyfolytában zúdul ránk minden csatornából az információ, és ez persze tök jó, mert kinyílt a világ, izgalmas dolgokat lehet megtudni, sokkal szélesebb látószögből tudunk a világra nézni, mint korábban, de a másik oldalról meg egyszerűen túlterheljük az idegrendszerünket. És gondoljatok bele abba, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne egy szenzor, ami azt mondja, hogy hagyd abba az evést, mert megtelt a gyomrod. És csak ennénk, és egyszer csak az ember azon kapná magát, hogy ez már így nem oké. És az idegrendszerünkkel pont ezt csináljuk, fogyasztjuk az információt, és nincs egy szenzorunk, ami azt mondja, hogy oké, most elég. Tehát most meg kéne állni, és meg kéne emészteni ezt a sok mindent, amit befogadtunk, és utána lehet tovább menni. Nem tanultuk meg azt, hogy mit kezdjünk ezzel a hihetetlen ingergazdagsággal, ami körbevesz bennünket. És a mindfulness valahol ezt is jelenti, hogy ez mindenkinek a felelőssége, hogy a lehetőség mellett megtanulja ezeket az új helyzeteket tudatosan kezelni. Egyszer dolgoztam együtt a kis úri jezsuita szerzetessel, egyébként egy nagy vállalatnak a menedzsmentjét támogattuk egy transformációs folyamatban, és emlékszem arra a pillanatra, amikor megkérdezte a vezérigazgató helyettestől, hogy és van-e minden nap egy órája napközben, amikor nem csinál semmit? És ez a vezető nézett kis úri katyára, hogy most ugye viccel. Tehát, hogy ez, ennek ugyan mi értelme van a kis úri katyáról, azt kell tudni, hogy egyébként azt hiszem, hogy a L'Oréal-nak volt Franciaországban a marketing igazgatója nagyon sokáig. Tehát, hogy, és a Sorbonon végzett, tehát hogy nem egy akárkiről van szó, amikor menedzsment tudományokról beszélünk. És egy nagyon fontos dolgot próbált ott akkor így finoman jelezni. Azt, hogy az igazi döntések és az igazi megoldások azok a csendben, a térben születnek. És ha folyamatosan egyfolytában elárasztjuk magunkat impulzusokkal, és nincs idő arra, hogy ezt leülepítsük, szintetizáljuk, akkor nem fogunk tudni igazi döntéseket hozni. Akkor folyamatosan egy tűzoltásban leszünk, és ez óriási terhet jelent az elménknek, az érzelemvilágunknak és a fizikai testünknek is. Most ezt nem kérdezem meg, ne tegyétek fel a kezeteket, csak gondoljátok végig, hogy van-e olyan az életetekben, hogy időszakokban nem tudtok aludni, és mondjuk hajnalba fölébredtek. Jó? Oké. Okay. Ja, kis morajlásból arra tippelek, hogy van, akinél ilyen már előfordult. Ugye ennek lehet az egyik oka, hogy szembe villantod magad este a mobiltelefonnal, de ennek lehet az is az oka, hogy amikor már aludtál annyit, ez a 2 óra, 3 óra fele felébredek, ez egy ilyen tipikus mintázat. Amikor már aludtál eleget ahhoz, hogy túléljél, akkor azt mondja az elmét, hogy akkor most fölébredsz, és most feldolgozod a sok izét, amit bevittél a fejedbe. És akkor beindul a bogár, az ember elkezd gondolkodni, akkor oldja meg a munkahelyi problémáit, akkor írja össze a bevásárlólistát, meg hogy mit főzök a gyereknek a szülinapjára, meg minden kutya fülét, mert akkor van végre a szerencsétlen elmének ideje arra,
hogy egy picit kipucolja ezt a sok mindent, amin átmentünk. Tehát nagyon fontos, hogy legyen terünk, és legyen időnk ahhoz, hogy élni tudjunk. A nagy hiba az ott van a rendszerben egyébként, hogy ezt a mondatot súlykolta belénk. Ez az elmúlt, hát legalább az elmúlt 150 év, de lehet, hogy még sokkal több. Gondolkodom, tehát vagyok. Azzal igazolom a létezésemet és a létjogosultságomat, hogy használom ezt a tök lámpást itt a nyakam tetején, és ettől élek, ettől vagyok én valaki a világban. De képzétek el, hogy ez nem igaz, ez az állítás. Mert ha belegondoltok, akkor végül is attól vagyok, hogy képes vagyok az anyagból energiát készíteni. Tehát mondjuk megeszek egy kiflit, ami egy anyag, és aztán egy emésztési folyamaton, meg egy anyagcsere folyamaton keresztül ebből energia lesz, és ettől én vagyok, mert életben tudok maradni. És gondoljatok bele abba, hogy mennyit foglalkozunk ezzel az egyébként nagyon fontos képességünkkel. Gyakorlatilag semennyit. Jó, tehát azért, hogy legyen időnk eleget gondolkodni, reggel fölkapjuk a kávét, és elrohanunk otthonról, és lehet, hogy délután négyig nem eszünk egy falatot se, és. A táplálkozásról lesz ma még egy kicsit szó, úgyhogy ebben nem megyek bele, de hogy nem csak gondolkodom, tehát vagyok. Vagy például az, hogy lélegzem. Az is egy energetikai folyamat egyébként. Belélegzem a oxigént, végigmegy egy anyagcsere folyamat, lesz belőle energia a sejtjeimnek, tehát vagyok. És képzeljétek el, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van a stressz szempontjából. Mert amikor valamilyen érzelmi behatás ér bennünket, akkor elkezdünk felületesen lélegezni, vagy akár el is akad a lélegzetünk. Nem csak a csodálkodástól, a stressztől is el tud akadni a lélegzetünk, vagy attól, hogy nagyon feszülten benne vagyunk egy folyamatban. És amikor egy ilyen hatás éri a légzést, akkor a sejtek nem jutnak elég tápanyaghoz. Az egész test egy nagyon intenzív stresszreakcióval válaszol. Feszültek lesznek az izmok, minden olyan anatómiai folyamat beindul, ami a stressz hatására be tud indulni, és teljesen kibillen a szervezet az egyensúlyából. Erről is lesz ma még szó. Tehát nem csak gondolkodom, lélegzem is, és ez nagyon fontos. És ami a legfontosabb, hogy vannak érzelmeim, meg nektek is, mindenkinek. És valahogy annyira elhittük ezt az ember evolúciójába azt, hogy mi annyira okosak vagyunk, és annyival jobbá tudjuk tenni az életünket pusztán kognitív folyamatokkal, hogy teljesen elfelejtettük, hogy vannak érzéseink. Az, hogy munkahelyre bevinni, hogy vannak érzéseink, de jó Isten, hát nekem ne jöjjön ide az anyuka, hogy most ő neki rossz napja van, mert otthon lázas a gyereke, mert egyébként egy tök nagy tenderbe vagyunk benne, és le kell adni az anyagot. De basszus, ő nem tudja otthon hagyni a magánélet énjét azért, hogy a munkahelyi énje jól működjön. És a mindfulness erről is szól, hogy megértsük végre, hogy nagyon sok mindennek kell együtt állni ahhoz, hogy mi legyünk. Nem elég csak gondolkodni, ez nagyon fontos, de nem elég. Tudjátok, hogy a gondolatok egyébként miből táplálkoznak? Az érzelmeinkből. Képzeljétek el, hogy úgy működünk, állítólag, ezt mondják a nagyon okos tudósok, hogy amikor ér bennünket egy impulzus, akkor felmerül bennünk egy érzelem, az az érzelem generál egy gondolatot, és a gondolat cselekvésre sarkal bennünket. Mondok egy példát. Például leszúr minket, vagy valaki mondjuk a munkahelyen azt mondja, hogy nem jó, amit csináltunk. Akkor felmerül bennünk egy érzelem, egy frusztráció, basszus, vagy nincs igaza, meg különben is, vagy attól félek, hogy én most nem vagyok elég jó, tehát hogy beindul egy feszültség bennem. Valami, attól függően, hogy ez az evolúciós séma, ez milyen mintákat ránt elő belőlem. Mindenkiből mást egyébként, de hogy ilyenkor általában frusztráltak szoktunk lenni. Következő gondolat, sokkal keményebben kell dolgoznom, mert nem volt elég jó, amit csináltam. Akkor hazamegyek, és majd este 10-kor, amikor már lefektettem a gyerekeket, előveszem a notebookomat, és folytatom a munkát. Jó, tehát a gondolatainkat, azt az érzelmeink határozzák meg, az érzelmeinket pedig azok az impulzusok adnak bennünket. Szóval általában egyébként emiatt autópilótán vagyunk. Amikor azt hiszük, hogy mi irányítunk, és azt gondoljuk, hogy a mi gondolataink határozzák meg, hogy hogy éljük az életünket, akkor valójában az történik, hogy a szocializációs mintáink és az evolúciós mintáink az érzelmeinken keresztül valamilyen gondolatokat generálnak bennünk, és aztán ezek cselekvésre sarkalanak bennünket. És az esetek nagy többségében csak reagálunk ezeknek a lappangó mintáknak az alapján. És az éberség, a tudatosság azt jelenti, hogy el tudjuk-e időnként csípni, hogy
Mi volt az a folyamat, amin keresztül eljutottam odáig, hogy úgy reagálok, ahogy? Készített a Boston Consulting Group egy kutatást 3 évvel ezelőtt, ami arról szólt, hogy 200 ezer embert megkérdeztek, hogy mi motiválja őket a munkahelyükön. És nagyon érdekes eredményre jutottak. Az egyik leggyakrabban emlegetett motivációs tényező, az nem tudjátok-e, hogy micsoda, az, hogy mennyire érdekes munka környezetet, vagy mennyire érdekes feladatokat kap egy szakember. Ebben a kutatásban, ahol 200 ezer embert megkérdeztek, arra jutottak, hogy ez körülbelül a 9. a motivációs listán. Az, hogy mennyire jó fizetést kapunk, az 8. a motivációs listán. És tudjátok, hogy mi lett az első 3 motivátora az embereknek? És ezt 200 ezer ember mondja. Az első az, hogy a munka és a magánélet egyensúlyát meg tudom-e teremteni. Van, aki erre azt mondja, hogy nincs ilyen, én amúgy is a munkám az életem, meg nem tudom. Ja, lehet. A második pont az az volt, hogy mennyire jó a viszonyom a kollégáimmal. Ez megint egy evolúciós történet. Mi azért alapvetően törzsi lények vagyunk, tehát megtanultuk azt, hogy azért sokkal jobban túl tudunk élni akkor, hogyha sokan vagyunk. Egyedül nehezebb túlélni. De itt van a legfontosabb, a top motivációs faktor az az, hogy kapunk-e elismerést a munkánkért. Hogy elég jók vagyunk-e. Hogy visszajelzi a világ, hogy elég jók vagyunk-e. Mert ha elég jók vagyunk, akkor biztonságban érezhetjük magunkat. Még egy olyan világban is, ahol minden tök bizonytalan. Mert tök bizonytalan, hogy milyen lesz a szakmám jövőre. Tök bizonytalan, hogy mi lesz a cégemmel 3 év múlva. Tök bizonytalan, hogy mit csinálnak a robotok meg a mesterséges intelligencia, amivel most tele van minden. De egy biztos, ha én elég jó vagyok, és ezt visszajelzi a világ, akkor valahogy azért megleszek. Jó? És ez nagyon fontos, mert ezért rengeteg mindent hajlandóak vagyunk beáldozni. Azért, hogy elég jónak tűnjünk, azért hajlandóak vagyunk úgy csinálni, mintha nem zavarna, hogy otthon fekszik a gyerek lázasan. És bemegyünk az irodába, és beleadunk mindent, és ott vagyunk a meetingen, és kreatívak vagyunk. És közben pedig így érezzük magunkat, hogy ez agyonnyom minket. És van az a pont, ahol ezzel el kell kezdeni tudatosan foglalkozni. Szóval, nagyon röviden, hogy működik az agyunk, akkor érzi biztonságban magát, hogyha vannak stabil pontjai. A stabil pontok a külvilágban azok most ilyen esetlegesek lettek, mert hogy minden nagyon gyorsan változik. Ezt most így az első kis közvéleménykutatásból kiderült, hogy mindenki ezt éli meg, hogy nagyon gyors a tempó, nagyon változik minden. Mik lehetnek a stabil pontjaink? Nagyon triviális, de mégsem egyszerű. A hétköznapi rutinjainkban kell megtalálnunk a stabilitást. Ahhoz, hogy jól tudjunk működni komfortzónán kívüli helyzetekben, ahhoz kell, hogy legyenek rendszereink, amik adnak egy stabilitást az életünkben. És most hoztam nektek néhány példát, aztán döntsétek el, hogy esetleg van-e kedvetek valamelyiket kipróbálni. Tök egyszerű dolgokról van szó. A fizikai testünkben akkor tudjuk csökkenteni a stresszt például, hogyha rendszeresen táplálkozunk, ami azt jelenti, hogy minden nap mindig ugyanakkor reggel 8-kor mondjuk reggeli, akkor délben mondjuk ebéd, és mondjuk 6-kor vacsora. Minden nap, rigorózusan, nagyon monoton, nagyon uncsi módon, ugyanakkor. Ugyanis ezzel adunk egy ritmust a sejtjeinknek, a testünknek. Tudja, hogy mikor fog energiához jutni, tudja, hogy mennyi időre kell beosztani az erejét, kiszámíthatóvá válik számára a fennmaradás alapvető feltétele. Egy iszonyú fontos stresszfaktort kiiktattunk az életünkben. Az alvásciklusok. Erről nem kell sokat mesélnem. Melatonin, tobozmirigy. Minden nap ugyanabban az időben lefekszünk, ugyanabban az időben felkelünk. Nagyon triviálisnak hangzik, és iszonyú fontos. És hogyha esetleg előtte pár órával már nem bámuljuk a valamelyik képernyőnket, az nagyon sokat fog segíteni, hogy legyen is értelme időbe lefeküdnünk. Nagyon fontos, hogy adjatok teret, vagy adjunk teret az érzéseknek. Hogy tényleg legyenek olyan időszakok a nap folyamán, amikor úgy lehet csak úgy lenni, hogy a feldolgozási folyamatok megtörténjenek. És higgyétek el, hogy ez nem fog csökkenteni a hatékonyságotokon. Pont ellenkezőleg, sokkal jobb megoldásokra fogtok jutni, akár nehéz döntésekben is, hogyha nem erőből próbáljátok meghozni őket, nem fejből, hanem használjátok az érzéseiteket is. A kettő együttműködik. A multitaskingot azt érdemes elfelejteni, talán erről egy pár szót Ádám a múlt alkalommal mesélt. Ha logikusan belegondolunk, ez egy
Butaság. Amikor én kikerültem a munkaerőpiacra, akkor az összes álláshirdetésben ott volt, hogy olyan jelöltet keresünk, aki képes multitaskolni. Azt sem tudtam, mi az. De hát mondom, akkor ha ez kell, akkor én tudok. De hát nyilván, mert pályakezdő fiatal vagyok, én simán multitaskolok, hogyha azt kérik tőlem. És aztán egy idő után így elkezdtem bevallani magamnak, hogy hát ez egy baromság. Hát hogyha ide figyelek, akkor nem tudok odafigyelni. És ez arra jó ez az egész, hogy amikor négy dolgot csinálok egyszerre, akkor mindig kizökkenek a folyamataimból, és mindig vissza kell zökkenni, és igazából nem csinálok semmit. Amikor mindenre figyelek, akkor semmire se figyelek igazán, akkor nem vagyok ott a részletekben, akkor nem fókuszálok. És nekem személyesen az egy áttörés volt, amikor bevallottam magamnak, hogy én úgy tudok dolgozni, hogy meg fogok egy feladatot, megcsinálom, félrerakom, meg fogok egy következőt, megcsinálom, félrerakom, sokkal hatékonyabb vagyok, mint amikor négy telefon van a kezemben, és még a lábujjaimmal gépelek. Nincs multitasking, teljesen tönkre teszi az embernek a koncentrációs képességet, ami egyébként az éberséghez és a tudatossághoz kell. Az egyik legfontosabb képességünk a koncentrációs képességünk, amit kinyírunk ezekkel a csodálatos... Akkor éppen ez volt a divat, hát ez van, mindenki ezt kérte. Senki nem kérdezte meg, hogy ennek van-e értelme, mindenki kérte, és mindenki mondta, hogy akkor ezt mi tudjuk, de nem tudjuk. Na, és a vége, és erről... Ehhez fogtok kapni gyakorlati segítséget itt a mai programban, az az, hogy valamiféle ilyen belső, lecsendesítő, pihentető, regeneráló gyakorlást érdemes kitanulnotok. Én a meditációban és a különböző jóga és légző gyakorlatokban találtam meg a megoldást, lehet, hogy többeteknek van más megoldása erre. A meditáció alkalmas arra, hogy az érzelemvilágot lecsendesítse, hogy az elmét lecsendesítse, hogy segítse ezeket a feldolgozási folyamatokat. Nagyon-nagyon sok kutatás van arról, hogy a meditáció hogyan hat fizikailag is az agyra, hogyan lesznek az agytekervények komplexebbek, és hogy a kognitív folyamataink hogyan válnak sokkal kifinomultabbá a meditáció által. De amit én a legfontosabb hatásának érzek, az az, hogy egyszerűen ebből a hihetetlen rohamból az ember egy kicsit ki tud kapcsolódni, és egy picit máshogy is tud töltődni, és teljesen más minőségben tud utána visszajönni abba az áramlásba, amiből egyébként meg nem tudunk kiszállni, meg erről szól az életünk. Úgyhogy zárásképpen most egy félperces ajándékot adok nektek, most fél percig csak magatokra figyelhettek. Jó, kérlek, hogy hunjátok le a szemeteket. És egy picit próbáld meg ellazítani a testedet. Most figyelj a homlokodra, és lazítsd el mélyen a homlokodat. És érezd bele a szemhéjadba, és lazítsd el a szemhéjad. Lazítsd el az állkapocs ízületeket. Vállakat. Lazítsd a mellkas terét. Lazítsd a hasfalat. Csak engedd, hogy a légzésed szabadon áramol. Engedd, hogy a légzésed simán áramol. Engedd, hogy a légzésed lazán áramol. Most képzeld el, hogy minden kilégzéssel elengedsz minden feszültséget, amit a mai napból magaddal hoztál. Érezd, hogy egyre könnyebbé válsz ezáltal. És lassan. Slogva, nyisd ki a szemed, engedd, hogy a látásod kiélesedjen. És most még lesz 5 másodpercetek, amíg a Robi a színpadra jön. Addig gondoljátok végig azt, hogy van-e olyan hétköznapi rutin, amit magatokkal tudtok vinni, el tudtok kezdeni gyakorolni, azért, hogy a testeteknek, az elméteknek, az érzelmi világotoknak egy kis stabilitást adjatok.
Köszönöm szépen a figyelmet.